A rendezvény szárkőkárt futamokkal kezdték, mely motorsportot Kurdis Gábor vezette be Magyarországra, és az első autót is ő maga építette, melyet további autók követtek. Ez Amerikából érkezett ez a motorsport is, mint ugye általában a motorsportok. Ennek a lényege az, hogy 1910-20-30-as évekbeli versenyautóknak egy kicsit kisinyített mása, egy szabványos motorral, és akkor a lényeg az még, hogy ugye felismerhetőnek kell lenni az autónak, úgy kell megcsinálni, hogy úgy ránézésre meg lehessen mondani, hogy ez milyen autóra hasonlít. Úgyhogy de hát, ha valaki egy kicsit ismeri ezeket az autókat, akkor úgy be tudja őket határolni. A női, azaz a Lady kategóriában 7 versenyző állt a rajthoz. A kiélezett versenyben Kovácsné Hogli Tímának sikerült elhoznia az első helyet. Az első Cyclocard versenyen én voltam az egyetlen női versenyző, még 3 éve. Azóta minden évben indulunk. Fiúk most már második autót építették, mondjuk most pont nem azzal mentem, mert kiesett a kereke, mire sorra kerültem volna, de nagyon kis izgalmas verseny, érdemes jönni. A Cyclocard futamok mellett számos program közül válogathattak a rendezvényre látogatók. Most már a harmadik alkalommal rendeztük meg a Cyclocard futamot. Ez 3 autóval indult 3 évvel ezelőtt, tavaly már 10 voltak, akkor már ment egy női versenyző is, vagy 2, és most pedig ebben az évben külön női futam is lett, és nemzetközi lett, hiszen az olaszok is úgy volt, hogy jönnek, de a németek ide értek és részt vettek a futamon, úgyhogy szerencsére jól sikerült ez, és biztonságban lezajlott. Most pedig kezdődik bent a sátorba a további rendezvény, a folytatása. Ebben lesz egy táncos műsor, gyerekeknek lesz a Vattacukor zenekar, Bolgár Peti egy kis mókát varázsol nekünk, illetve utána Zoltán Erikára bulizhatunk, utána pedig retro party lesz a tornateremben. Az esti retro hangulatot a helyi sportcsarnokban a sztárvendég DJ Szatmár is biztosította.